A hagyományok tisztelete, a zene és az ízes beszéd használata és továbbadása, az öniróniára hajló székely humor megismertetése az emberekkel, valamint az élet szeretete az, ami Sebestyén Istvánt leginkább jellemzi. A bukovinai székely mesemondó már az utánpótlást tanítja, neveli. A mesemondás mindig úgy kezdődik, hogy mesét hallgat az ember. Az én édesanyám és édesapám az a vérbeli bukovinai székelyek voltak, mi 10 voltunk gyermekek, 2 már meghalt pici korában, és 8 növelt föl édesanyám és édesapám. És nálunk, mivel a régi világban nem volt televízió, csak rádió, esténként ugye akkor összejöttek a komák, a komasszonyok, és akkor egy-két pohár borocska mellett a komasszonyoknak erős megerett a nyelvik. Édesapám úgy hívta őket, hogy kontyos rádiók. Hát azt mondta, hogy se konnektor, se dugós, még egy szól a rádió. Ugye is akkor, ugye mi ilyen elálló fülekkel hallgattuk, hogy miket beszélnek, hogy jó, Anti, emlékszel-e, mi volt Bukovinában? Mekkora pityókák teremtek, hogy üttük meg a nyulakot? És édesapám nagyon sokat mesélt, ugye, régi történeteket, ami a rokonsággal kapcsolatban megesett, ami a családban, és meséket is mondott. Édesanyám egy gyönyörű hangú asszony volt, úgyhogy mi még altatókkal aludtunk el. Úgyhogy sokan azért jártak a templom, hogy hallják édesanyámat énekel, olyan gyönyörű hangja volt. És ugye mi ezt örököltük, tehát minden másolódik, ami a családban van. Tehát mi, amikor már megtanultunk menni és megtanultunk beszélni, mi már attól a perctől kezdve nem csak beszéltünk, hanem énekeltünk, tehát az anyanyelv és a zenei anyanyelvvel szervesen összekapcsolódik nálunk. És ugye édesapám nagyon olvasott ember volt, sokat olvasott, szerette a költészetet és Petőfit, és akkor szokott idézni belőle. Úgyhogy egyet ásítottunk, akkor mindig mondta, hogy egy-egy bozontos bústinó elelbődű, jobb szeretne inni kinn a tóvízébű, stb. És édesanyám ugye állandóan énekelt, és nálunk olyan összejövetel nem volt, hogy ne énekeltünk volna. Akár névnap, akár születésnap, búcsú, ugye Kakasdon, a kakasdi búcsú az mindig nagy volt ilyenkor. Tele volt az udvar szekerekkel a régi világban, szekerekkel jöttek hozzánk. És ugye, tehát mindig ott voltunk a felnőttek között, én legalábbis így a fiókokba raktam bele ezeket a dolgokat, amiket hallottam, és később, amikor már úgy már jártam először csak versenyekre, akkor csak elő kellett húznom a fiókba, leporoljam, összegyúrjam, megfarogjam egy picit, és a közönségnek előadjam. Először ugye csak versenyekre jártam, ez már 2000-es évek legelején, 98-99, na mindegy, és egy olyan mese bevezetővel kezdtem ezt a mesemondó versenyt, amit még édesapámtól tanultam, aki még Bukovinában tanult, Zsájc János bától, és képzelje el. Tehát ez egy ilyen tréfás mesebevezető volt, és kérték is, hogy jaj, István, nem kellene ezt elmondani, nem fognak megorrolni magára, meg mondom, nem, hagyományos hozzátartozik. Tehát én így indultam el, és akkor mi így adtak kézről kéze is, akkor jött egy felhívás, Érden, Koka Rozária, biztos ismerik, egy olyan felhívást tett közzé, hogy Érden lesz mesemondó és népdalénekes verseny, országos verseny. És akkor az akkori könyvtárosunk, úgy hívják, hogy Krász Ernőni, aki kezdetben mentorom volt, nagyon sokat segített engem, ő igazított, ajánlott nekem különböző irodalmakat, stb. És azt mondta, hogy Istvánkám, el kellene ide menni. Mondom, hogy rendben van, állok ide, én nem csak mesélni szeretnék, én énekelni is. Hát hogy lett mind a két? Hát jó, elmentünk. És mit ad Isten, mind a két kategóriában kiváló aranyat kaptam. Na, és akkor küldtek engem mindjárt a Budai Fonóba. Ott is volt egy verseny. És ott annyira megtetszett, mert
egy bőti időszak volt, és én nem ilyen csiricsári ilyen éneket vittem, hanem olyat, ami ilyenkor odaillő. Tehát mondtam egy olyan arhaikus imát, amit még az én nagymamámtól, nagynyókámtól tanultam, és erre fölépítettem egy leulotta Jézus vérét, arra egy feltámadás éneket és egy Mária éneket. És az annyira megtetszett nekik, hogy megkértek, hogy augusztus 20-án énekeljek a Budai Várba, a Szent István szobor alatt, és akkor ott énekeltem egy gyönyörű háromárva balladát, és ez így ment. Ez olyan gyorsan pörgött az egész, hogy visszagondolva csak akkor abban az időben csak kapkodtam, hogy milyen kapos lettem, mert az emberek ki voltak éhezve az autentikus székely nyelvre, az autentikus székely humorra, az autentikus székely énekekre, és nekem ezt nem kellett tanulni, hiszen én anyateljes szívtam magamba. Tehát nem kellett, mint egyesek elmentek megtanulni a székely dialektust Erdélybe, vagy Gyimesbe, vagy Moldvába. Én voltam Moldvába is, mert érdekes módon ott a magyar faluba ugyanolyan arhaikus imát hallottam, amit én még hallottam nagymamámtól, nagynyókámtól. Hiszen ez azért van, mert a bukovinai székek, amikor Madé falváról elmenekültek, ott voltak Moldvában több mint 10 esztendeig. És onnan már ugye a kultúra, az ottani hatás hatott az énekükre, az imádságukra, minden. És ezt vitték magukkal a bukovinai székelyekbe, és a székelyek Bukovinában, amikor oda települtek. És akkor, tehát így jöttek a versenyek, és akkor Vas Lajos verseny, ugye kétszeres Kárpát-medencei nagydíj, országos nagydíj, kiemelt nívódíj, és akkor már megkeresett engem a Részbon kiadó, és mondta, hogy dolgozunk együtt, mondom, hagyjatok békén, mondom nekem, olyan macerás, mondom, hogy mese amúgy is élő, és nem hangról kell. Tehát addig mondtak, és igazuk lett, így megszületett a Tréfás székelyfonó, a bukovinai székely mesék és énekek. Majd ugyanabban az évben kijött a második, a Serkeny lelkem, ami a téli ünnepkör dolgozza föl a bukovinai székelyeknél, énekek, mondák és mesék formájába, és utána pedig azt mondta, hogy csináljunk egy nagy durranást, csináljunk egy élő lemezt közönséggel, hogy adjuk vissza a régi hangulatot, úgy a fonó hangulatot, ott sem a falnak mondták a bolondságokat, hanem ott voltak emberek, és ott kacagtak, s ugyes van, s beleszólt, stb. És ezt vissza kellene adni, ezt a hangulatot. Na így aztán Pesten a dokuárt, kocsiszint, azt bemikrofonoztuk, jött a technikus, hangrögzítő, ugye, kagylót föl, közönséget hívtunk, mézes pálinkával kínáltuk őket székelyesen, ugye, nekik is pogácsával, jó volt a hangulat, beültek, és egy az egybe az egész lemez anyagot egyszerre le kellett, tehát nem lehetett olyan, hogy álljunk meg, most kezdjük előről. Egy az egybe az egészet fölvettük, és ez volt a szegény ember bőrpuskája, amit Fábri mutatott be az Alexandra könyvesboltba, hatalmas siker volt. És utána gondolkoztunk, hogy a Csillagösvény népdalkörben, mert ott is énekelek, hogy csináljunk egy nagyon szép művészi könyvet és CD-t. És akkor így született meg a Serkeny lelkem könyves CD. Majd aztán én gondoltam egyet, hogy kellene most már én külön is kiadjak egyet, és nemrég megjelent a Hálaadás című könyves CD-m, ami a bukovinai székelyeknek a hazatelepítéséről szól. Tehát harangszóval kezdődik, és harangszóval végződik az egész. Ez nagyon érdekes, ez az internet. Ugyanis én ezt használom jó dolgokra. Sokan átkozzák, hogy jaj, ez a rohadt internet, és azt mondom, hogy egy kés sem lehet okolni azért, mert valakit megölnek vele, hanem a használóját. Azzal lehet szelni egy szelet kenyeret is egy éhezőnek. Tehát mindent jó célra kell használni. Én a Skype-on nagyon sok gyereket fölkészítettem mesemondó versenyekre. Van olyan gyerek, akinek annyira jól sikerült, ugye arany minősítést kapott, hogy elhatározta, hogy ő színészi pályára fog menni. De viszont volt olyan gyerek is, hogy odajött hozzám, és azt mondta, István bácsi, mit tudnék én csinálni, hogy én is olyan híres előadó művész legyek, mint maga is. Mondtam neki, hogy édes fiam, olvassál sokat,
ne csak szép irodalmat, verseket is, hallgassál zenét, komoly zenét, népzenét, és minden, ami kultúra érdekeljen. És akkor így lógó fejjel ment el szegény gyerek, aztán megtudtam később, testépítő lett a srác, de nem is baj, olyannak is lenni kell. Tehát igen, örülni kell, hogy vannak ezek a mesemondó versenyek, ugye mind itt Kakason is úgy, hogy 50 éves a székelytársulat, hatalmas volt. Nevettünk nagyon sokat a gyerekeken, ahogy mondták székelyesen, ezeket a meséket meg lehetett zabálni őket, olyan aranyosak voltak. És voltak igazi gyöngyszemek is, igen, és azt mondom, hogy szerintem nincs. Sokan temetni próbálják ezt a népi kultúrát, de nem. Az emberekben megvan a vágy, az igazságkeresés, ugye is a mesékben is ez megvan, és azért is nyúlnak vissza mindig a mesékhez, és mennek el ilyen alkalmakra. A célom az, hogy a vágyat felkeltsem az emberekbe. Egy pedagógus sem az a jó pedagógus, aki az anyagot beleveri a gyerekek fejében, hanem a vágyat felkelti az emberekbe. És sokan panaszkodnak pedagógusok, jaj, de tudod, milyen nehéz, és akkor hogyan is mondom, megmondom, hogy hogyan. Édesapám, a szelítség szigorával, szeretettel, odafigyeléssel, és mindig felkészültem. Én soha nem szerettem a középszerűséget ott a színpadon. Ha már eljönnek az emberek, akkor minimum 200%-os felkészültség kell legyen. És mint mondtam, a motiváció és a vágy felkeltés az, hogy érdemes jónak lenni, mint a mesében is, hogy minden jó elnyeri méltó jutalmát.